Sikeres pályázat után végre megvalósulhat a Bonyhádváros szennyvíztisztító telepének felújítása. Ez a regionális telep nem csak a bonyhádi, hanem a cikói, kakasdi, nagymányoki és kismányoki lakók szennyvizét is tisztítja, valamint a teljes hálózatot is kezeli. Már nagyon régóta pályázunk egy új szennyvíztisztító telepre, mert a régi telep nem tudta teljesíteni az EU-s határértékeket, és ugye az EU-ban már elég régóta bent vagyunk. Többször pályáztunk, már egyszer nyertünk, de akkor nem sikerült, és most végre harmadszorra sikerült pályázatot nyernünk, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez a beruházás elindult. Ez annyit jelent, hogy sokkal kevesebb, vagy legalábbis remélhetőleg kevesebb energiával, sokkal nagyobb hatásfokkal tudjuk majd megtisztítani a szennyvizet. Az annyit jelent, hogy környezetvédelmi szempontból, mivel a Völgységi patak egy viszonylag kis befogadó, az ő környezeti terhelését csökkenteni fogjuk ezzel. Az átalakítás 2018 őszén kezdődött. Bonyhádon és a környező településen lakók semmit nem vehettek észre az átállásból, hiszen a telepet folyamatosan működtetni kellett. Sokat jelentett a sikeres együttműködés a beruházás kivitelezőjével, az Aliszka Bau Zrt-vel. Sokat kell együtt dolgozni, sokat kell együtt gondolkodni, pontosan azért, hogy az átállás közben az üzem az problémamentesen folyjon, ami most már lezárult, mert hiszen április 30-án átkormányoztuk a szennyvizet az új szennyvíztisztítóra, és akkor elkezdődött a próbaüzem. A változásokból, tehát gyakorlatilag a város ebből semmit nem vett észre, illetve a környező települések sem, hiszen a szennyvíztisztítás folyamatos volt, csak mondjuk mi tudtuk, hogy nem olyan szinten, mint amilyenre szükség lett volna. Egy KEHOP pályázat keretein belül nyertek közel 1,9 milliárd forintot, amit főleg a tisztítótelep fejlesztésére fordítottak, de a bonyhádi és a környező településekben lévő hálózat és átemelők rekonstrukciójára is jutott a támogatásból. A rendszer az eléggé elavult, ugyanis Bonyhádon elég korán kezdődött a csatornázás, valamikor a 60-as évek elején. Nyilván több hálózati rekonstrukcióra lenne szükség, de ami belefér, az belefér, ami nem fér bele, az nem fér bele. A szennyvíztisztító telep üzemére tulajdonképpen ez nincs hatással, mert úgy próbáltuk meg összeegyeztetni már az elejétől kezdve, hogy kőfogó, zsírfogó, homokfogó, tehát végül is minden, ami a csatornahálózatba bekerül, aminek nem kéne bekerülnie, az már az elején kifogásra kerüljön, úgyhogy ne terhelje a biológiai tisztítást. Mert tulajdonképpen egy szennyvíztisztító telepnek a lényeg a biológiai tisztítás. Ami annyit jelent, hogy mindenféle vegyi anyag nélkül, csak a levegő oxigénjével maga a szennyvíz megtisztítja önmagát. És akkor lesz a tisztított szennyvíz belőle. A munkálatokat még nem fejezték be teljesen, de a régi telep állapota miatt muszáj volt átirányítani a szennyvizet az új, de már működő műtárgyra. A próbaüzemnek a tulajdonképpen célja az, hogy kiderüljön minden, ami esetleg nem olyan, mint kellene lenni, illetve nyilván a biológia, ami ez egy nagyon korszerű technológia, amivel mi most dolgozunk, ezért is lesz energiatakarékosabb, mint a régi, be kell állítani. Tehát nyilván, hogyha egy szennyvíztisztító telepre feladjuk a nyert szennyvizet, akkor be kell állni annak a baktériumflórának, ki kell alakulni a mikrobiológiának ahhoz, hogy jól tisztítsa a szennyvizet. Viszont annyit már elmondhatunk, hogy gyakorlatilag két hete üzemelünk, és a paraméterek közül viszonylag sok már határértéken belül van, tehát az EU-s határértéken belül. A próbaüzem az előírásoknak megfelelően fél évig fog tartani. Ez alatt az idő alatt kiderül, hogy mennyivel energiatakarékosabb és környezetbarátabb az új rendszer.